mindenképpen a lecsendesült pillanat, amikor van időm gondolkodni dolgokról, akkor egyáltalán én úgy szoktam fogalmazni, hogy akkor egy lifttel egészen a mélyem legnagyobb lelkébe le tudok menni. És akkor mindig az a felfedezés, hogy van még mélyebbre. Tehát az ember azt gondolná, hogy most már ott vagyok, most már a lényegi lényegemhez elérkeztem. És mégsem, még mindig van tovább. Tehát ez egy állandó folyamat, arról nem beszélve, hogy változunk. Idővel, korral, meg amik hatnak ránk, az érzelmek, amiket átélünk, ez mind változtatja az embert. És ezt úgy mindig hozzá kell igazítani az akkori életünkhöz. Tehát hiába alapvetőleg nagyon sok hasonló álmom van, mint ahogy 16 évesen megéltem. De azóta változtam. Azóta hozzátettem álmokat, vagy kicsit át kell, hogy alakítsam. De nagyon-nagyon fontos az, hogy önmagamba föltegyem a kérdéseket igazán, nagyon őszintén önmagammal. És azt hiszem, ez a mostani könyvemnek, amit most írtam, ez a dialógus egy angyallal, hogy azt írom, hogy lehetséges, hogy ez nem is egy angyal, csak a saját lelkiismeretem. Tehát tulajdonképpen, hogy azzal a belső lelkiismeretemmel én nagyon-nagyon őszintén tudjak beszélgetni, az szerintem alapvető dolog. Macbethet próbáltam így megfejteni magamnak, az egyik legkedvesebb szerepemet, a Lady Macbeth figuráját. Ha a történetet nézem, és a Shakespeare-t nézem, akkor szinte azt mondanám, hogy egy egészen más karakter formálódik ki Lady Macbethből. És Verdi mit csinál? Az utolsó felvonásban, mielőtt az a bizonyos őrülési jelenet, ahol egy ilyen alvajáróként bejön a Lady Macbeth, az felhangzik, előtte ír egy olyan zenét, ami szinte sír. És akkor jöttem rá, hogy mennyire törékeny ez a Lady. Hát ha Verdi az ő lelkéből egy ilyen muzsikát ír előtte, akkor ez ebben a karakterben valahol bent van végig. Tehát nekem meg kell keressem, akkor ez egy beteg elme, amelyik valahol a végén elsírja az egész bánatát. Odáig ment el ez az én analízisemben, hogy a végén az emberek megsajnálták a Ladyt. Egy gyilkost, egy embert, aki egész életében csak a hatalom vágyjal foglalkozott. Szóval elmondhatatlan volt, hogy ugye Verdi muzsikája az őrülési jelenet előtt egy olyan szívszaggató, és majdnem, hogy elsíratja a Ladyt. Tehát amikor én aztán később sokat gondolkoztam a karakterén, mindig azt mondtam, hogy ne csak abból induljak ki, hogy miket cselekszik, hanem hogy Verdi miket látott bele. Tehát ő muzsikával mondott el nagyon sok mindent erről a karakterről, ami nincs leírva. Nincs leírva szavakkal, nincs leírva a történetben, de Verdi azt úgy érezte. Oh,
nagyon korán már bizonyos jeleket oda tesz, még amikor a történetben nincs is rá oka, hogy jelezze, hogy a Lady-vel valami baj van. Ezért alakul át, amikor egy Shakespeare drámához egy ilyen nagy zeneköltő hozzányúl, egy teljesen más értéket kap Lady Macbeth szerepe. Fölmegy a függöny. Nem én vagyok ott. Én egy olyan 1%, 2%, hanem az, hogy én teljesen híven azt az akaratot szolgálni tudjam, amit megírt a zeneszerző.